becsöngettek az iskolákba, útnak indult a 2017-18-as tanév. Segítség a szakmához, átadták a Trefort új szaktantermét. Békés város ünnepe, megkezdődtek a madzagfalvi napok. Jó estét kívánok, Önök a 7.tv híradóját látják. Elkezdődött a 2017-18-as tanév, ezzel együtt csaknem 1,5 millió gyermek kezdte meg országosan tanulmányait a köznevelésben. Békés Csabán is több ezer diáknak csengettek be szeptember 1-én, több iskolában pedig megújult intézménybe tértek vissza a tanulók. Mindeközben a Békés megyei rendőrfőkapitányság fokozott óvatosságra inti a közlekedőket, az oktatási intézmények körül ugyanis ilyenkor megugrik a forgalom. Ilyen és hasonló látvány fogadta reggel a tanévnyitóra érkező diákokat és szülőket. Az iskola kezdés miatt a rendőrség fokozott figyelmet fordít a diákokra szeptemberben. Biztonságérzetet ad mind a gyereknek, mind a szülők számára. Azért, hogy a gyerekek elsajátítsák a helyes közlekedés alapjait, a Békés megyei rendőrfőkapitányság egy külön programot indított el. Az Ebrazsaró programunk 2005 óta működik, és ilyen formában Békés megyében 11 iskolánál közlekedési ismereteket tanult gyerekek rendőrökkel együtt teljesítenek szolgálatot. Emellett a 11 iskola mellett van 22 olyan intézmény, ahol rendőri szolgálat van, illetve 40 olyan helyszín, ahol polgárőrök, valamint az önkormányzat munkatársai segítenek abban, hogy tudjunk ügyelni a gyermekek biztonságára, a családok biztonságára. A 2017-2018-as tanévben városszerte több ezer diák kezdte meg tanulmányait. Az Andrássy Gyula gimnázium és kollégiumban például 676 fiatal kezdi az új tanévet. A Békés Csabai tankerületi igazgató elmondta, a tankerületi struktúra tisztázódott, így minden adott ahhoz, hogy az intézmények kiváló szakmai munkát tudjanak végezni. Tudásukhoz mérten a lehető legjobb tudást nyújtsák a diákok számára, ehhez adottak a feltételek, a tankereti központ biztosít mindent az intézmények számára azért, hogy az általuk kijelölt cél, az az út, amin ők elindultak, az sima legyen, és biztosítani tudja ezekhez a megfelelő anyagi forrást és minden feltételt. Városszerte több intézményben szólt újra a tanúra kezdetét és végét jelző csengő. Sokak számára nem éppen pozitív élmény az iskola, azonban akad olyan kisiskolás, akit a barátok viszontlátása mellett a tudásvágy is hajt. Tanulást, hogy megtanulhatok új dolgokat. Az Erzsébethelyi általános iskolások felújított intézményben kezdik a tanévet. Habár szeptember 1-ig nem sikerült befejezni a munkát, a diákok így is megkezdhetik tanulmányaikat. Az intézmény évnyitóján a várospolgármestere azt mondta, a Madách utcai iskolán kívül tervben van több iskola felújítása is. Az Erzsébethelyi általános iskolának két tagiskolája van, a Madách utcai és a Rózsa utcai. A Madách utcaiban éppen most napokban is zajlik még az energiaracionalizálási beruházás, még néhány hónap, mire a munkálatokat teljesen befejezi majd a kivitelező, és már készülnek a tervek a Rózsa utcai iskola energiaracionalizálási beruházásaira. Szeptember 1-én országszerte összesen 1.499.000-en kezdik meg a tanévet a köznevelésben. 314.000-en óvodában, 751.000-en általános iskolában, még középfokon 433.000-en folytatják tanulmányaikat. Új 3 éves képzést indít járműipari fémalkatrész gyártó szakon a Békés Csabai Szakképzési Centrum Trefort szakiskolája. A képzés indításával párhuzamosan az iskola egyik termét a támogató segítségével Csaba Metál szaktanteremmé alakították át. A tanterem átadóját szeptember 1-én tartották. A Csaba Metál felirat olvasható a munkaasztalokon, az ERT logója látható a terem falán, és tábla is hirdeti, hogy mostantól a Békés Csabai Szakképzési Centrum Trefort tagintézményében a Csaba Metál szaktanteremben sajátíthatják el egy új szakma fortéjait a tanulók. Teljes egészében szakmailag és anyagilag is segítik a képzéseinket. Itt még hagyj emeljem ki azt, hogy a járműipari fémalkatrész gyártó képzés az, amely ugye jó részt itt helyezkedik el, de a fémipar területen egyébként több képzés az, több diák az, aki megfordul. Ez egy új típusú képzés. A most induló képzés során a tanulók az intézményben sajátítják el a szakma alapjait.
Majd a duális képzés keretében a szakmai gyakorlatukat a Csaba Metál ZRT Békés Csabai telephelyén töltik. Elég alacsony környékünkön is ugye a munkanélküliség, ennél fogva mi úgy láttuk, hogy csak akkor tudjuk biztosítani a leendő munkavállalóinkat, illetve a munkavállalóinknak a cégünkhöz való felvételét, hogyha egy olyan szakképzést indítunk el, ami, hogy így fogalmazok, ránk van szabva. Az új szakmai képzés kiemelt célja, hogy az itt végzett fiatalok tanulmányaik elvégzése után biztos munkahelyet találjanak a terem névadójának üzemeiben, és az, hogy térségünkben tovább vigyék a hagyományokkal rendelkező szakmákat. Jó esélyezéssel állapítottam meg, hogy olyan szakmákba visszük tovább a lángot, a fáklyát, hogy ilyen szépen fogalmazzunk, amelyik évszázadok óta Békés Csabán jelen van, hiszen ahogy a köszöntőben elhangzott, 750 fő fölötti foglalkoztatott cég van Békés Csabán és környékén, ebből 3-3 megosztásban nyomdászati termékeket előállító nyomdaipari cég, illetve fém megmunkáló cég, aminek mindig hagyományai voltak Békés Csabán. Már ebben az évben 8-an kezdik meg a tanulmányaikat járműipari fémalkatrészgyártó szakon, és a kör a későbbiekben az iskola és a Csaba Metál reményei szerint is bővül majd. Átadták a 14. kormányablakot Békés megyében, Füzesgyarmaton. A közintézmény a vésztőihez hasonlóan önerőből valósult meg, amelyhez az önkormányzat több helyről is kapott támogatást. A szeghalmi járásban immár 3 helyen is fogadják a térség ügyfeleit. A város polgármestere elmondta, hogy több szempontból is örülnek a beruháznásnak, ugyanis nem csak a gyarmatiak, de a környéken élők is egyszerűbben tudják ezáltal intézni közigazgatási ügyeiket. A szeghalmi járási hivatal vezetője elmondta, hogy az eddigi 16 órás ügyfélszolgálat helyett most már 30 órát biztosítanak az ügyfelek számára. A kormányablak a Városháza földszintjén kapott helyet, ahol az okmányirodai teendőkön felül egyéb ügyeket is intézhetnek a lakosok. Sok fiatalnak és idősnek adott motivációt a Békés Csabai úszóbóhús Richard elért eredménye a vízes világbajnokságon, hangsúlyozta dr. Ferenci Attila a Fidesz frakció péntek délelőtti rendhagyó köszöntőjén. A versenyző most egy kis időre visszavonul, de reméli újult erővel kezdheti el az újabb felkészülési időszakot. Hanó Miklós, a párt egyes számú választókerületi elnöke rázott kezet elsőként Bohus Richarddal a péntek délelőtti fogadáson. A Békés Csabai Fidesz tagjai a vízes világbajnokságon nyújtott, kiemelkedő teljesítményét köszönték meg az Amerikában tanuló, de Békés Csabai színekben versenyző fiatalembernek. Szép volt és büszkék vagyunk rá, de látjuk az atlétikánál is a eredményeket, a Márton Anita vagy Bai Balázs eredményeit, és most már egyre több sikeres eredmény van. Én úgy gondolom, hogy a városa nem kötelező feladatot, a kultúrát és a sportot erejéhez mérten, sőt, a fölött támogatja. Az utóbbi másfél év csak az úszásról szólt, fogalmazott a 24 éves versenyző. A következő időszakban, amíg Amerikában be nem fejezi a tanulmányait, átgondolja, hogy mit szeretné még elérni az úszásban, és hol szeretné folytatni a pályafutását. Az úszás azt most egy kicsit a polcra fogom rakni, most kell egy kis pihenő, mert az elmúlt másfél év az azért elég erős volt, ugye nem sok pihenőm volt, én max a hétvégén pihentem, szóval most egy kis pihi fog következni, aztán mindent majd újra kell gondolni. Decemberben, amikor majd visszajövök Magyarországra, hogy akkor hol fogok edzeni, ugye Pesten vagy itt Csabán, akkor kivel fogok edzeni. A csabaiak kiválósága és a Békés Csabai Előre klub elnöke, Kutyai Pál megköszönték az eddigi, valamint a jövőbeni támogatásokat. Hanó Miklós hozzátette, a városvezetés az olimpiai felkészülés előtt plusz forrás biztosított annak érdekében, hogy a sportolók minél jobban fel tudjanak készülni a megmérettetésre. Az olasz bajnokságból igazolt szerb válogatott ütőt a BRS-e. Milica Bezarevicja a bajnoki címvédő legújabb szerzeménye. Az újabb aranyérmekre törő klub remek ajánló levéllel rendelkező nyitás fogadó ütőt igazolt. A 26 éves sportoló, aki a szerb nemzeti csapatban is pályára lépett, 2013-ban igazolt a kontinens legerősebb bajnokságának számító olasz pontvadászatban, ahol azóta is szerepelt. A 182 cm magas balkezes játékos legutóbb a hazája bajnokságában legjobb 8 között szereplő Monza alkalmazottja volt. Érdekesség, hogy ebből a gárdából érkezett tavaly Irina Smirnova is. A szerb játékos az egyes mezt választotta, és hétfőn már Békés Csabán jelentkezik edzésre.
Egészség, biztonság és a magány enyhítése. Ezzel a hármas céllal indítják el ősszel az országos idősügyi infokommunikációs programot, annak érdekében, hogy megoldást találjanak az előregedést okozta problémákra. Rózsika néni éppen kedvenc dalát hallgatja az egyik közismert videó megosztó portálon. Igen, meg a melódia. Békés Csabán az egyik idősek otthonában sokat segítenek a bentlakóknak abban, hogy minél önállóbbak legyenek. Először tiltakoztam, hogy ide jöjjek. Nem akartam lemondani az önállóságról. Hát nem, hogy itt elvették, nem vették el az önállóságot, hanem segítenek megoldani az önállóságom jobbá tételét. Az Országos Idősügyi Infokommunikációs Program egyik részeként a számítógép használatát ismertetik meg az idősekkel annak érdekében, hogy kapcsolatrendszerüket kiépítsék és fenntartsák a digitális eszközök segítségével. Amint a program céljai közt szerepel az idősek ellen irányuló bűncselekmények számának csökkentése és magányérzetük mérséklése. Nagyon fontosnak tartom ezt a programot, mivel az idősek gyakran magányosan egyedül élnek, napközben egyedül vannak. Nagyon oda kell figyelnünk a biztonságra, valamint az információ áradatra, hogyha tudják, hogy mit hol lehet elintézni mondjuk, akkor az már nagyon sokat segít. Valamint a biztonságra kell nagyon ügyelni, mert nagyon sokszor veszélybe keverednek pont azért, mert nem kellőképpen tájékozottak. A szakemberek szerint a társadalomra egyre inkább jellemző az előregedés. Egyre több az olyan idős, aki egyre magasabb életkort él meg, ezért is tartják fontosnak az újonnan induló programot. Békés megye, mint országosan is, illetve a világban is ugye azt tapasztaljuk, hogy előregedő társadalmak jönnek létre. Így azt lehet mondani, hogy Békés megye is egy előregedő társadalom része az országunknak. Az idősügyi program október 1-én indul, komplex és hosszú távú megoldást nyújtva annak érdekében, hogy az idős emberek méltóságban tölthessék életüket. Elkezdődött Békésen a 19. Madzag falvi napok. A szervezők mintegy 100 féle szórakoztató programmal készülnek idén, melyek legfőbb fő célja a helyi értékek bemutatása. A helyi értékek, azok készítői és a békési termelők mutatkoztak be azon a kiállításon, amelyet a Madzag falvi napok nyitányaként rendeztek meg pénteken. Itt kiderült például, hogy egyre elterjedtebb a településen a vegyszermentes biokertészet. Ezek nem szívódnak föl, és nem kerül be a növény szövetébe. Tehát ezért válnak ezek egészségesebbek ki. Az úgynevezett növényvédőszer maradványok ezekben a gyümölcsökben, zöldségekben, gabonákban egyáltalán nem találhatók meg. Valaki még csak néhány éve foglalkozik a képzőművészettel, hímzéssel, textil alkotásait hagyományos békési motivumokkal látja el. Használati tárgyakat, asztalterítőtől egész a pendrive tartóig, könyvek, minden. Az alkotások között olyan példaértékű személyes történetek állnak, amelyek inspirálóak lehetnek a lakosság számára, mondják a szervezők. Szeretjük ezeket a sikertörténeteket, és akkor ehhez kapcsolódik még egy rendezvényelem, több újdonság is van egyébként, de egy, ami számomra nagyon kiemelt, hogy első alkalommal szervezzük és rendezzük meg a békési fiatalok találkozóját. Olyan elszármazott, és nem elszármazott, hanem helyben élő fiatalokat kerestünk, akiknek inspiráló történeteik vannak. Izsó Gábor, a település polgármester elmondta, a fő cél az, a 100 szórakoztató programelem bemutatásán túl, hogy a helyi értékek, a művészet, a zene vagy más kimagasló alkotás, teljesítmény teret kapjon a 3 napos programsorozat alatt. Bemutatók, kiállítások, sportesemények azok, amelyek itt szórakoztatják a helybelieket, illetve az ide látogatókat. Fontos nekünk ez a dolog azért is, hogy megmutassuk egymásnak is, hogy kik vagyunk, mik az értékeink, ezáltal újabb erőt gyűjtsünk a következő időszakhoz. A madzagfalvi napokon nem csak zenészek lépnek fel a színpadon, hanem a helyi folklóra népművészek, táncosok is bemutatkoznak. Híradónkat látták, további híreinket és korábbi műsorainkat megtalálják a behír.hu oldalon. Köszönöm figyelmüket, további szép estét kívánok, viszontlátásra!